A legújabb Panini Katar 2022 világbajnokságos kalendáriumot a sajtóforrás biztosította. Megtaláljátok a webshopban www.sajtóforrás.hu. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit ez itt a Futballkártszón, és a mai videóban kifejezetten izgalmas, érdekes és különleges termékkel megyünk tovább. Hát ez egy nagyon komoly cucc lesz, hihetetlen nagy a doboza, frissen érkezett, kalendárium van benne, Még az adventi kalendárium, a legújabb Panini Katar szériából, úgyhogy kifejezetten izgatott vagyok, mert elvileg nagyon ígéretes. De nézzük is meg, sajtóforrásnak nagyon-nagyon szépen köszönöm az ő webshopjukba, ezt elérhetitek. Újságos ne hipermarketekben ne is keresétek, csak a weboldalon lesz. Lerakom a leírás, de ott is ingyenes a szállítás, szóval egyáltalán nincsen vészes áron, se szerintem korrekt. Nézzük meg a dobozt, ez a csomagolás is egyébként rendkívül minőségi, jó kis karton, nem fog sérülni valószínűleg ebbe. És ott is van benne. A kutya fáját, de jól néz ki. Na, ne dőlj rá. Ezt a nagy dobozt arra rakjuk. Úgy. És akkor itt is van. Ú, de jól néz ki a grafika, ugye olyan, mint az album borító, de iszonyatosan jó minőségi. Ez is ilyen vastag kartonból van. Nagyon kellemes így ránézni. A dizájn óriási, le van fóliázva, és itt vannak már egyből a fontos információk. 64 kártya plusz a 9 limitált. Na, hú, az nagyon durva. Azért a 9 limitált, 9 különböző limitált kártya, mert a duplázódás nem lehet benne a limitedek kapcsán, az azért egy komoly mennyiség, amivel meg lehet búsztolni itt az albumokat, úgyhogy aki tényleg a limitedeket gyűjti, mint ahogy engem is nagyon érdekel, annak ez igazából egy óriási lehetőség. Surprise Box néven megy itt külföldön, kinyithatós, tehát látszik is, hogy van itt bevágás, kinyithatós a dolog, másik oldán igazából ugyanez van, úgyhogy én azt mondom, tépjük le ezt a fóliát, ó, még jobb a fénye így, nagyon-nagyon jól néz ki. Hát ezt szépen megdizájnolták. Nyissuk ki, hiszen középen nyithatós. Ó, de jó, ilyen VB kapcsán feltűnő szimbólumok. Kis panini logó, mind a két oldalt, eléggé jó. És az ablakok természetesen, ami 1-től 24-ig van. Kérték tőlem, hogy inkább két részletbe bontsam ezt a, ezt a kalendáriumot, úgyhogy az lesz most a videó koncepciója, hogy kibontjuk, nem számokat követünk, kibontjuk itt telibe a bal oldalt, és jövő héten majd a jobb oldalt annyi lesz az extra, hogy aki a csatorna tagságot fizeti, annak már előre fel lesz véve, meg lesz vágva, fel lesz töltve, tehát egyből nézheti majd a második részét is a bontásnak, a többiek pedig majd jövő héten ezzel szeretném meghalálni a tagoknak a belémvetett bizalmat. Na de nézzük is, a 12-es ablakkal nyitunk itt fönt, van egy ilyen kis fül, amit be lehet nyomni, illetőleg ilyen perforáció van, ez más gyártó adventi kalendáriumából is ismerős lehet. Ó, ott a kis pak, és tényleg full karton az egész, tehát ezek szerint akkor itt vigyázva lesznek a kártyák, nem fog megsérülni semmi, de érdekes, négy kártyás csomag, egyes országokban egyébként nem nyolc kártyás, mint ugye nálunk is a pak, hanem csak négy kártyás, ezáltal az esélyek teljesen mások, nézzük meg, nézzük meg, 232 híró kártya, 64 kontender, 199 speciál, 495 kártya, ez eddig okés, okay fans másfél csomagonként van, majd utána Power két csomagonként, Gold 6, World 10, Rare, tehát a Top Masterek 32 csomagonként, az X-Rare Invincible 105 csomagonként van, te jó ég, semmi esély, hogy ebből nyissunk Invincible, de szerencse legyen velünk, nézzük meg, külön alkalmazásos, beváltós kód jár. A pakokhoz ez ilyen narancsárga dizájna, kódokat ugye egyszer használatosan, de le tudjátok vadászni. Nézzük is, mi van itt, Game Changer. Hú, ez egy elég szerencsés pak. Zomer, Embolo, Ali, kettő csillogós, kettő sima, az az elég mázlis. Hát ez így nagyon durva lesz. Kettő sima, hírólap, kettő csillogós. Én azt érzem, hogy ha a csillogósokra mész rá, akkor jobban megéri a négykártyás pak. Ez egészen elképesztő. Na jó, ide rakom oldalra. Itt középen úgy is van egy kis hely, itt nem fognak tönkremenni a kártyák. Itt gyűjtjük a csillogósokat, ott pedig a simákat. Nézzük a következő ablakot. Szám szerint a 18-as lenne. Nem tud, hiszem, hogy itt a számozásban különböző ö, nagy megoldások lennének. Azt el tudom képzelni, hogy a 24-esben van valami extra. Az ebbe a videóban lesz kibontva. A 24-es, ugye? Na nézzük. Ez is egy ilyen négykártyás megoldás. Hát ha ezzel is szerencsénk lesz, nem tudom, lehet, hogy szerencse kérdése volt igazából. Nem, úgy látszik, itt is kettő csillagós van. Fans Favorite és egy Zané Magician Power típusú, illetve még kettő másik kártya. Osorio, illetve egy Piontek. Hát ez nagyon jó, ez nagyon jó egyelőre. Hú, ez tetszik, ez tetszik. Így ki lehet kerülni azt a nagyon sok tímétet ezekkel a négykártyás csomagokkal az egyelőre egy jó megoldás. Limiteddel még nem találkoztunk, ugye 9 limited van, úgyhogy lassan most már az is beköszönthetne, de szerintem az külön lesz benne az a ablakba, azt nem hiszem, hogy ilyen csomagba lesz belerakva. Viszont ott van valami durvaság, azt figyeld, Legend, Nagatomo, illetve itt pedig egy Yoshida Japán fans favorite, kettő japán csillogós, mind a kettő elég király, Kurai, illetve egy áll tehát eléggé ázsiai régiós volt ez a pak. Super 22-es ablak. A fület már ki is rántom. Premium Limited Edition. Ez jó is, meg nem jó. Óvatosan, ahogy eltépjem. Ú, de nehéz kiszedni. Jó, megvan, megvan. Nem sérült, nem sérült. Figyeltem rá. Premium Limited Edition van a, ebbe a nagy Adventi kalendár, ez, ez most teljesen meglepet, ez teljesen meglepet. Aki már megvette a prémium pakokat, azoknak ez picit negatívum, de aki még nem vette meg, meg nem gyűjtötte ki az összes prémiumot, annak esetlegesen jó lehet. Mindenféleképpen ez egy érdekes dolog, hogy prémium limited edition van benne. Nézzük a 15-ös ablakot, menjünk tovább. 15-ösbe bontatlan csomag van. Kukkancsuk meg akkor. Ezeket szeretem. Most ez a négy kártyás csomag, ez, ez a barátom lett. Jó. Ó, és itt van az első nem lucky pack. Egy power hinkapié. Majd utána egy svájci, mexikói és emirátusos kontender kártya. Ez volt az első ilyen gyengébb csomag. Ebbe egyetlen egy csillogós volt. Jó. Jöjjön a hármas ablak. Eléggé nehéz ezeket kibontani egyébként. Elég durván jól benne van, de szerencsére a védelem az, az fontos. Inkább szenvedek a kibontással, de a védelem az fullos legyen. Na, hogy ugye a kártyák állapota bánja. Na, de nézzük is következő csomagot, kódos lap és kettő csillogós, ebbe is Delik Titan, majd utána egy ukrán contender tímes nagyon szépen csillogó, ilyen csapatképes lap, és a kettő sima Rogic és számán Van egy-két ilyen alapabb kártya is, ami még hiányzik az albumból. Csillogósokból, limitedekből abból még jó pár hiányzik, úgyhogy azért hasznos lesz ez számomra. Karácsonyi. Karácsonyi pack opening, hiszen a 24-es ablakot fogjuk kibontani, ugyanúgy egy standard. Aha, a francokat standard. Premium gold. Hát én meg azt standard lap. Csomag van benne, hát a francokat egy aranykártya, egy Premium Gold Limited Edition. Én azt hittem, sima limitedek lesznek benne, őszintén szólva, ez brutális. Tehát ez a több ezer forintos gold csomagba felelhető ez a Messi. Úgyhogy azért ez itt eléggé király. Azt a mindenit. Ha ez, ez most óriási meglepetése számomra. Nézzük, mik vannak benne. Tunéziai logókártya, Funes Mori, Nunez, illetve egy Brozovic, három darab elég jó játékos egyébként, híró típusú és egy darab csillogós. Jöjjön a tízes ablak. Nézzük meg, abba is limited, premium limited edition, tehát li, sima limited, amit én vártam volna, az nincsen benne, helyette vannak ezek a, ezek az igazán különlegesek, azt kell, hogy mondjam, eléggé rendben vannak, Elég rendben vannak, most már három is van belőle. Négyes ablak. Jó, várjál. Húha, most megint bajban vagyok. Ott a pici fül. És ebbe is limited. Ott a limited. Foden. Premium. Tehát aki nem vett premium csomagot, illetve premium goldot, azoknak éri meg ez igazán. És most így egybe, ilyen uh, Lucky nélkül mindent begyűjtheted. Hát egymás után jönnek a limitedek. Kérem szépen. Ott is. Sun Premium Gold Limited Edition kártyája. Fantasztikus. Hát azért itt azt a mindenit, hogy egy komplett Premium Gold csomag, meg prémium Premium csomagok benne vannak ebbe, a, ebbe az adventi kalendáriumba. Ez, ez most egészen meglep. És ott is. Robert Lewandowski. Hát atyavilág! világ! Most már csak egy topmaster kell ebbe a bontásba. Robert Lewandowski. Huszadik? Nézzük a húszasat. Abba pak van, négy kártyás pak. Na bele. Hogy? Tényleg, hogyha jönne egy topmaster, atya világ. Game Changer Griezmann, Argentin logó, kettő csillogós, majd utána Ukrán és egy Portugál kancelló Zabrani nem rossz, nem volt ez rossz, hát a prémium goldokat, azokat instant lelőttük, de itt még szerintem tele leszünk prémium limitedekkel, meg négy kártyás pakkokkal. Folytatjuk jövő héten következő videóban, összegezzünk egy picit, azért ez egy szép kis hero adag, mellé rájön a csillogósok adagja, abból is volt jó pár, ezek a négy kártyás pakkok tényleg, minden elismerésem, elég jók. Ezek pedig a limitáltak, uh, kicsit csoportosítsunk, prémium, abból sikerült hármat nyitni, illetve ez pedig a gold, hát ez durva, azoknak éri meg nagyon, akik eddig nem nagyon vásároltak prémium pakkot, a prémium goldot pedig fúra kihagyták teljesen, azoknak ez instant get, a többieknek tényleg amiatt lehet izgalmas esetleg, hogyha te valami hiányzik egy prémium gold, vagy, vagy ugye a csillogósokra mennél rá, mert nagyon adják ezek a négykártyás pakkok. Túl sok negatívumot nem tudok elmondani erről. Én sima limitedekre is számítottam volna, azért egy kár egy picit, mert, mert az, azok is jók amúgy a sima limitedek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk jövő éten. tagok pedig záróképernyőn jobb felsőben már nézhetik a második részt. Sziasztok!